Fehérben a német együttes, a 20. percben Zammer, a volt NDK-beli sztár, most már igazi német sztár szerez vezetést a VfB Stuttgartnak. A Neckar stadionban 12 ezeren voltak kíváncsiak a magyar csapat szereplésére. Aki ott van Pécsiben, az ötösen belül az mind lemarad. 32. perc. Cérna ront, Strémel a labdával. Walter bent középen, így lett 2-0 a VfB Stuttgartnak. A Neckar stadionban 12 ezeren voltak kíváncsiak a magyar csapat szereplésére. Aki ott van Pécsiben, az ötösen belül az mind lemarad. 32. perc. Cérna ront, Strémel a labdával, a német együttes. Walter bent középen, így lett 2-0 a VfB Stuttgartnak. A Neckar stadionban 12 ezeren voltak kíváncsiak a magyar csapat szereplésére. Aki ott van Pécsiben, az ötösen belül az mind lemarad. 32. perc. Cérna ront, Strémel a labdával, a német együttes. Walter bent középen, így lett 2-0. Egy nagy lövés, amelyet Immel a kapufa segítségével hárít. Aztán a 89. percben Balog jön és bekotorja. 4-1-re kapott ki a PMSC UEFA Kupa mérkőzésen az első fordulóban Stuttgartban. A pécsiek egyébként ma délben érkeztek haza, természetesen mi is ott voltunk a repülőtéren. Milyen elképzelésekkel utaztak ki Stuttgartba? Szerettünk volna szoros eredményt elérni. Most a szoros eredményben még az is benne volt, hogy egy, mit tudom én, 2-1-es vereség, vagy egy döntetlen, de hát ettől ezen a mérkőzésről messze elmaradtunk. Mennyi reális esélye lehetett annak, hiszen a PMSC tavaly óta jelentősen meggyengült, hogy egy ilyen csapattal, mint a VfB Stuttgart fel tudja venni a versenyt? Hát ha jó belegondolunk, az esélyünk az tényleg nem volt nagy, de azért arra nem számítottam, hogy ennyi gólt kapunk. Ezek a gólok, ezek elkerülhetőek lettek volna? Hát a gólok közül kettőt mindenképpen könnyen el lehetett volna kerülni, és egy, hát tulajdonképpen mindegyiket nyilván, de hát kettő az nagyon könnyen elkerülhető gól volt. Gyakorlatilag az összes gólt a Stuttgart a jobb oldalon vezetett támadásból érte el. Ennek elkerülése érdekében mit lehetett volna tenni, vagy miért volt ez így? Nagyon érdekes, mert a bal oldalunkat éreztem ilyen szempontból erősnek, mert ott elég sűrűen voltunk, és olyan jól kijátszották ott a szélén a labdákat, illetve olyan helyezkedési hibákat követtünk el, amiből ott könnyen vezették az akciókat, vagy legalábbis néhány akció bejött, és nagyon jó százalékban használták ki a helyzeteiket. Hát hisz a első 5 helyzetből 4-et berúgtak. Hogy fordulhat elő az, hogy egy csapat 7 perc alatt 3 gólt kap? Ez rövid zárlat volt? Hát én rövid zárlatnak gondolom. Nem jellemző az, hogy a Pécs sok gólt kapott az elmúlt években. Most egy rövid zárlatról van szó. Amióta én PMSC-nél futballozom, azóta 4-esben nem szaladtunk bele. Az igazság, hogy egy jó csapat az első fél időben, a 20. perctől egy rövid zárlat kaptunk 4 gólt, és ezzel eldöntötték a mérkőzést. A második fél időben úgy érzem, hogy már félgőzzel játszottak, és ezért sikerült a végén is a szépítő gól. Nagyon meg voltatok érdve? Nem az ijegység végül is, hanem az első gólnál bal oldalunkon bejöttek. És utána egy pillanatra megijedtünk, utána még egyszer elmentek. Végülis nem az ijegység, hanem jó csapat, és mi egyéni hibákból kaptuk a gólokat. Én nem féltem különösebben a mérkőzéstől. Sajnos tavaly, amikor Manchesterben voltunk, 20 perc alatt kaptunk 2 gólt, és a 20. percben
Én úgy éreztem, hogy nem jönnek annyira, és 20. percben kaptunk egy gólt, ez volt a probléma. Én azt hittem, hogy már megússzuk. És 20. percben kaptunk, utána 19 perc alatt még 3-at. Hát sajnos azt mondom, ilyen alapvető védelmi hibákat nem lehet elkövetni. Mindegy, játszottunk mi 8 védővel is, mert lényegében annyival játszottunk. Így is megkaptuk a 4-est, szerintem játszottunk volna ugyanúgy 4 csatára, lehet, hogy akkor is benne lett volna. Hogyha 4 csatára játszottok, akkor az más lett volna? Hát nem biztos, hogy más lett volna, akkor is benne van a 4-es, de hát ilyen, hogy mondjam, védekező, defenzív, hogy mondjam, játékot, amit nyújtottunk, hogy egyszerűen nem is tudtuk felhozni a labdát, ilyet meg nem láttam. Miért nem tudtátok? Hát megmondom őszintén, hogy nagyon jól letámadott a Stuttgart, és már a saját térfelünkön erőszakosan megszerezték a labdákat. Ad esélyt, és hogyha igen, akkor mennyit a csapatának a visszavágom? Hát eleve nem voltunk esélytelenek, most pedig minimálisra csökkent az esély a visszavágó mérkőzésen.